Na szavaztok, srácok, itt is lennénk a legújabb Ronaldo kalandjai epizódban, ami a befejező részünk lesz. Az a tervem mára, hogy De Gea, illetve Cancelo még egy kicsit fejlesztve, de 5 fejlesztési pontért lehet őket kiváltani, és jelenleg amúgy 8 pontunk van, úgyhogy az egyikőjüket már fejleszthetjük is. Aki nem más lesz, mint Cancelónak a Team of the Year Honorable Mention kártyája, ha minden igaz, úgyhogy be is teszem őt a csapatba. Na srácok, szeretnék nektek egy hatalmas vint mutatni az egyik kedvenc lotomon, úgyhogy nézzük is. Azt mondja, hogy nagyon kicsi összeggel 102-szörös szorzót tudtak összehozni, ami nagyon durva, és ezzel nyertek 100 pár ezer forintot, úgyhogy érdemes szerintem kipróbálni ezeket a slotokat. Zseniális, amiket lehet nyerni rajtuk, tényleg minimális ráköltéssel hatalmas vineket tudtok szerezni, úgyhogy mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, és hogyha az én linkemen keresztül regisztráltok az oldalra, akkor 150 ingyen pörgetést kaptok az Elvis Frog in Vegas kaszinón, illetve az első befizetéseteket 200 euróig megduplázza az oldal. Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki elmúlt 18 éves, és szeret szerencsejátékozni, nyilván saját felelősségre. Link a leírásban. Azért vettem ennyire lejjebb igazából a fejlesztési dolgokat, vagyis hát igazából most úgy volt, hogy 3 gól, vagy gólpassz, vagy kapott gól nélküli mérkőzés, de ez már ugye nem lesz itt a védőknél, meg a kapusnál, úgyhogy azért gondoltam az 5 fejlesztési pontra, hogy azért még kelljen is szerezni egy kicsit, meg úgy viszonylag könnyen is meglegyen, ugyanis azt terveztem, hogy 2 mérkőzést játszunk ezzel a csapattal, utána pedig építek egy olyan csapatot, ami talán a lehető legjobb azok közül, a kártyák közül, ami megvan a klubomba, és játszottak Ronaldóval, úgyhogy az lesz egy ilyen utolsó búcsú meccs, úgymond. Viszont még 2 meccset játszunk ezzel a kerettel, illetve érkezik majd David De Gea-nak a TOC kártyája, hogyha meg lehet venni a piacon, de hát biztos meg lehet. És egyébként 8 fejlesztési ponttal kezdtünk, de szerintem már mondtam is. És ugye most levontunk 5-öt, akkor van összesen 3, és a következő mérkőzésünk, az első meccsünk ebben az epizódban duplán fog számítani fejlesztési pontokból, ugyanis a 7. rész végén azt pörgettük megint csak ki, úgyhogy viszonylag szerencsések voltunk, de igazából nem is húzom tovább a szót, vágjunk is bele az első mai meccsünkbe. Na, meg is van az első ellenfelünk a mai epizódban, nézzük is, Donnarumma, az szép, neki is van egy jó kis Ronaldója. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen mérkőzés lesz ez egyébként az 5. osztály, úgyhogy szintet léptünk egy kicsit itt a végére, már az előző részben is az 5. osztályban nyomtuk a meccseket, úgyhogy egy picit nehezebb, mint a 6., de hát azért itt se olyan világverő játékosok játszanak, de hát én se vagyok az, úgyhogy pont jó. Az egy szép labdaszerzés, és ott van Ronaldo, és ott is van a gólunk, ezzel pedig 2 darab fejlesztési pontot szereztünk, és meg is van De Gea-ra, ami kell, úgyhogy összességében mindenféle fejlesztés megvan, ami lehet. Nani szépen fordul le, és ott is van a második gólunk. Luis Nani a gólszerző. Ez szép volt. Hopp, az les volt egyébként, de egy szép támadás. Az nagyon jó, Cristiano. Íveljük-e? Nem. Nem jött ki igazából a kapussal, úgyhogy nem tudom, hogy miért gondoltam azt, hogy át kéne ívelni, de mindegy, mert Ruben Neves belövi a 3. gólunkat. Szerintem megnyertük ezt a mérkőzést, úgyhogy igazából innentől kezdve nem kell annyira nyomni, de hát azért megpróbálunk minél több gólt lőni. Ronaldo! Az mekkora védés volt Donnarummától. Pedig milyen szép kis fejes volt. Az jó labda. Az rendben volt, Cristiano Ronaldo. Akkor ez fejlesztési pont neki? Jó, Dalot. Be lehet azt lőni. Erről van szó, 4-1. Diogo Dalot a gólszerző, ha minden igaz, így is van. Azért ritka, hogy szélső védővel gólt lövünk, de előfordul. Ronaldo fej. Veszélyesek a szögleteink, majdnem bemennek.
De mindig van valaki a vonalon, vagy egy kapus, vagy egy védő, vagy bárki. Az szép, Nani. És ott is van az ötödik. Erről van szó, Luis Nani a gólszerző. Szép volt. Jó kis támadás ismételten. Jó, az jó. Az, amúgy az rendesen jó volt. Ezért szép támadásokat épít a srác. Igazából, amikor gólt lő, mert egyébként meg sokat nem tud hozzátenni a meccshez, de néha összejön egy-egy támadás ilyen jóra. Cristiano, az nem volt les. Jaj, viszont jött a kapus. És mi történik? Nani. Ő ért oda leggyorsabban, az a helyzet. Figo, ott is van a hetedik, 7-2. A meccset megnyertük, de azért tud meglepetéseket tartogatni a srác. Az a két gól az gyönyörű támadásból született. Fernandes, vissza, Cristiano, jaj, de szép! Ezt tanítani kellene, gyerekek, 8-2. Úha, az megint hatalmas labda. Nem tudok vele mit csinálni. Néha megnyom valami olyan gombot, ami ellen nem tudok védekezni, esküszöm. Ez zseniális volt. Ó, megszökött Ronaldo. Na, ez mondjuk nem jött össze, tesó. Ez nagyon nem jött össze. Hát ez elég gyenge volt. És itt a vége a mérkőzésnek. 8-3-ra sikerült nyerni, egy eléggé gólgazdag meccset játszottunk. És amúgy izgalmas is volt, mert tényleg voltak zseniális megoldásai a srácnak. Összességében szereztünk 6 darab fejlesztési pontot, de most már összességében lényegtelen, ha azt nézzük. De el fog érkezni mindenképpen, illetve azért pörgetni fogunk, mert az izgalmas. Úgyhogy nézzük is a jó pörgetést. Na srácok, jöhet is akkor a jó pörgetjű. Nézzük, hogy mit kapunk. Azt mondja, hogy Icon Pack. Jó, biztos, hogy van valami Icon Pack most a játékban, úgyhogy kirakok egyet, és akkor nézünk valamit. Na srácok, 93 plusz Icon Player pick volt egyedül, úgyhogy ezt csináltuk meg, 5 kártya közül tudunk majd választani, ami Foot Birthday, Team of the Year, Trophy Titan vagy Shapeshifters Icon lehet. Úgyhogy nézzük is, hogy mit ad nekünk a kedves EA Sports. Hát egyik játékossal se játszott Cristiano Ronaldo, az tuti, szedjük ki az öreg Zeidorfot, aztán ennyi. Ez most annyira nem sikerült, ugyanis egyik játékos se tudjuk beépíteni a csapatba, tehát ez van. Viszont, hogyha már a csapatról van szó, akkor gyönyörű szépen David De Gea helyére érkezhet David De Gea 2.0, azaz a Team of the Season verziója a fiúnak. És akkor ezzel a csapattal játszunk még egy mérkőzést, utána pedig egy gála meccset nyomunk majd, egy jó kis All-Star csapattal, vagy hát igazából nem is tudom mivel, de az a lényeg, hogy akkor megpróbálom a lehető legjobbat összerakni. Úgyhogy nyomjuk is a második meccsünket a mai epizódban. Na meg is van a mai második ellenfelünk, és a csapata pedig úgy néz ki, hogy Donnarumma, Rice ellen eléggé nehéz dolgunk lesz, meg hát úgy mindenki ellen, mert ez egy eléggé szép kis keret. Hát, ja, egyébként ha megnyerjük ezt a meccset, akkor feljutunk a negyed osztályba, de nem tudom, hogy meg fogjuk-e nyerni ezt a meccset. Jaj, de szép, Leao, és kihagyja, érted? Hát, ezt a palit. Jó, Luis Figo, ott is van a vezetőgól, 1-0, Luis Figo a gólszerző, szép. Megszereztük elég hamar a vezetést, megszerezhettük volna hamarabb is egyébként, de hát ez így sikerült. Jó, Ronaldo, és ott is van a második gólunk, 17 perc telt el. Szép. Azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz ez a mérkőzés, bár mondjuk azért ne kiabáljuk még el, 2-0 az FIFA-ban annyira nem nagy előny, úgyhogy előfordulhat még bármi. Hú, de nagy labda, és egy hatalmas blokk. Koulibaly-tól gyönyörű volt. Fernandes! Passzolni nem nagyon lehetett volna, de hát ez van. És vége a mérkőzésnek. Az ellenfelünk megunta, hogy jobbak vagyunk nála sokkal. Úgyhogy ennyi.
2-0-ra sikerült nyerni, és még az első félidőben kilépett, úgyhogy ez 2 fejlesztési pont lenne, hogyha még lenne ilyen. Viszont azért pörgetni fogunk, azt azért nem hagyjuk el. Úgyhogy nézzük is a jó pörgetést. Na, pörgessünk, srácok, nézzük, mit ad nekünk a kerekünk. Hát ez egy instant upgrade, ez most már nem játszik, de a csapatot upgrade-elni fogjuk telibe. Nem mondom azt, hogy nem marad senki a csapatban, de azért eléggé meg fog szerintem változni. Úgyhogy nézzük is. Na srácok, hát változtatgattam a csapaton azért. Olyan játékosokat tettem be, akikből amúgy sokat még nem is használtam ebben a játékban. Ilyen például Bruno Fernandes, aztán itt van nekünk Park Ji-sung, Rui Costával se játszottam szerintem még, így is van. Modricot mondjuk sokat használtam, nem pont ezt alapján, de ezt is. Jadon Sanchoval is egyet se játszottam, de amúgy talán egy másik lapjával játszottam egyet. Aztán itt van nekünk Carvajal, akit nem próbáltam még soha. Megkapuba bedobtam a Courtois-t is. Úgyhogy így nézünk ki, 30-as a chemistry, hát nem a legjobb, de ettől függetlenül szerintem tök jó kis csapatunk van, illetve itt van a padunk is, azért itt is egészen jó kis játékosok vannak. Ha beteszem a kapuba az öreget, akkor még amúgy egyen jobb is kéne legyen a chemistry, nem? Sőt, valami el van számolva. Nem? Ez 32 kéne legyen. Na, hát akkor a Casillas lesz a kapusunk. Jó van, srácok, igazából én azt mondom, hogy vágjunk is bele akkor a sorozat utolsó mérkőzésébe, és nézzük meg, hogy mire megyünk ezzel a csapattal a negyedosztályban. Na, meg is van az utolsó ellenfelünk a sorozat történetében. Elnyomtam a csapatot. Na mindegy, ahogy látom, van ott egy Ronaldo, egy Sidney Govu, egy Van Dijk, meg ilyen fincsikék, Militao, Henry, gyerekek, minden van itt, mint a bucsuba. Sancho? Jadon Sancho! Hoppá! Agresszív volt a fiú, labdát szerzett, és be is fejezte a helyzetét. Az egy-egy. Thierry Henry 99-es kártyája, hát, ja. Oké, Cristiano mehet. Közben jön vele a Sancho is. Ott a passz, és éppen hogy, de meglett. És Jadon Sancho egyébként duplázott, úgyhogy eléggé jól megy a fiúnak a mérkőzésen. Ez mi történt? Kérem szépen, szép. Casillas mondjuk azért foghatta volna egyből is, de mindegy. Ez ellen nem lehet védekezni. Két brazil összejátszott szépen. De Ruben Dias amúgy mi a tökömet keresett ennyire? Elől, jaj, de nagy hiba. Vagyis hát nem is hiba, nem tudom mi volt ez igazából, hogy őszinte legyek. Hatalmas labdaszerzés az ellenféltől. Ott te elcsúszott egy kicsit a banánhéjon az öreg. És ott is van Rui Costa. 3-3. Az büntető, tesó. Az nem volt szép. Cristiano Ronaldo. Úgy is van, beveri. Úgy, ahogy azt kell. 4-3-ra vezetünk. Még kéne azért lőni 1-2-t. Az meg olyan gyors ez a kurva Roberto Carlos, hogy hihetetlen. Nem lesz senki ott az emberen, és nem tudok védekezni se. 4-4. Nem hiszem el. Na cseréljünk, mert ez így szar. Érkezzen a Fernandes helyére annan, mert amúgy semmit nem ér a pali. Toni Kroos a Modric helyére. És egyszer így jók vagyunk. Nincs les. És sokan vagyunk. Sokan vagy... Jadon Sancho lőtt 2-t ezen a mérkőzésen, de amikor igazán kellene, akkor nyilván nem talál be. Sancho, menjél. Jadon, jó, végre eltalálta a kaput a pali, mondjuk ez is eléggé necces volt, de azért bent van. Jadon Sancho mester 3-as a mérkőzésen, azért jól megy neki az a helyzet. Cristiano nem is volt szerintem lesen. Középen, Costa! 6-4, erről van szó.
4 perc van vissza a rendes játékidőből, és ezt most már jó lenne megtartani azért ezt az előnyt. Di Natale, az szép. De ez a Casillas, ez amúgy nem tud védeni. Ez nagyon rossz ez a kártya. Nem tudom, valaki használja, de ne használjátok. Jó, jó, hú, kihúztuk. Jó, megnyertük az utolsó mérkőzésünket is, srácok. Ez már azért nehéz volt. Azért valljuk be. Ez rohadtul nehéz volt ez a mérkőzés, de sikerült, és ez a lényeg. Jól játszott az ellenfelünk, úgyhogy pont egy ilyen ellenfelet kellett kifogni. Meg hát kellett hozzá egy Iker Casillas, aki mellett minden labda elment. Na mindegy. Cristiano Ronaldo adott 3 gólpasszt, Sancho lőtt 3 gólt, Rui Costa is lőtt 2 gólt, úgyhogy amúgy jól ment a játék, és elégedettek lehetünk az eredménnyel is, ugyanis az utolsó mérkőzésünket is megnyertük ebben a sorozatban, de azért még egy jó pörgetés lesz, hát ha nyithatunk valami csomagot vagy valamit. Na srácok, nézzük is akkor az utolsó jó pörgetésünket ebben a sorozatban. Igen, ez egy 85 pluszszor 10-es csomag, majdnem egy rossz pörgetés lett belőle, de szerencsére nem. Úgyhogy csinálok egy ilyen csomagot, aztán kinyitjuk így befejezésképpen. Na, meg is van a 85 pluszszor 10-es upgrade csomagunk, úgyhogy ezt most szépen ki is nyitjuk, és befejezzük ezt a sorozatot, srácok. Úgyhogy, ha még ma betölt a store, akkor nyithatjuk is a packet, és Team of the Season-nel kezdődik, méghozzá egy Fofanával, mert annyira nem tűnik jónak a csomag eddig. Na mindegy. Olyan meh. Viszont srácok, ennyi lett volna ez a sorozat, remélem, hogy élveztétek. Ha így van, és tetszett ez a rész is, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végigkövette a kis Ronaldo kalandjait, és hamarosan jövünk egy újabb sorozattal az IFC 24-ben, úgyhogy már nem kell túl sokat várni. Remélem, hogy várjátok, és jó sokan fogjátok nézni az IFC 24-es kontenteket is. Úgyhogy köszi szépen, hogy velem voltatok. Találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!